pörgetjű ugrás. És most egy igazi hátraszaltó. Au! Hát ez mi? A tehetségkutató. Remek alkalom lenne, hogy visszatérjek a műkorcsolya pályára. Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP-ec, VIP-ec velünk, barátra lesz. Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hetsz, I love VIP-ec! A kori királynő. Nézzük csak, koncentráljunk. Jég! Mi a helyzet a jéggel? Éppen azon filóztam, hogy milyen fantasztikus lenne valami jéggel kapcsolatos frizura. Kiráz a hideg, ha csak rá gondolok. Ne feledd, bácsikám, már a tehetségkutató ennek is jó. Száraz jég vagy nedves jég? És most jöjjön kedvenc műsorvezetőnk, Vanda! Hello! Hadd köszöntsem Glam City kutyusa! Itt kezdődhet a mai előadás! Hú, majd megfagyok. Még szerencse, hogy van forró tám. Ha? Te is fázol? Kérsz egy kis teát? Nem, másról van szó. Á, versenyezni fogsz. Szóval azért ereszkedsz. Túl feszült vagy. A nevem Fábia, benned kit tisztelhetek? Bianca vagyok. Én is indulok ma a versenyen jégkorcsolya kategóriában, és igen, írtó ideges vagyok. Nem kell aggódni, biztos ügyi leszel. Azért kissé bonyolultabb ennél, Fábia. Régen remekül korcsolyáztam, amíg nem történt valami. Micsoda? Keményen edzettem, hogy induljak a kutyaolimpián. És hogy lenyűgözzem a zsűrit. Bevállaltam az egyik legveszélyesebb figurát a műkorcsolyában, a hátraszaltót. Nem volt elég lendületem. Túl lassú voltam. Ezzel búcsút intettem a sportnak. Szóval attól fogva még csak nem is korcsolyáztál. Versenyszerűen nem, pedig imádok. Ez az életem. És amikor megláttam a minap a tehetségkutató reklámját, egyből úgy döntöttem, hogy visszatérek. Hát törjük meg a jeget! És a mai első versenyzőnk! Jó, itt az idő, tiéd a műjég. Majd drukkolok a lelátóról. Hajrá! És váratok tovább senkit. Köszöntjük hát Biancát! Ezek szerint Bianca kissé bátortalan kijönni. Talán fél, hogy megfagy? Rajta, Bianca, mindenki csak rád vár. Kezdjük előről. Gyerünk, bátorítsuk egy kis tapssal Biancát! Nos, hol találhatnék jeget ilyenkor? Ah, videóhívás! Itt, Siara adta meg a számot, úgyis te sok vagyok. Á, te vagy Siara, már sokat mesélt rólad. Hamarosan oda látogatok, de előbb volna pár kérdésem. Halljuk, kérhetsz bármit. Van egy listám, hogy ki ne hagyjak bármit. Ah, mamma mia! Szédületesen jó, és olyan ismerősnek tűnik. Tihogy nem láttam, egész biztosan emlékeznék az elegáns mozgására. Áú, megint el fogok pereszelni, mint múltkor. És ki fognak nevetni, vagy még rosszabb, még le is sérülhetek. Jobb, ha be is fejezem. Úgy teszek, mint aki elesik, és kész. Jaj, nagyon fáj! Bianca! Súlyos sérülés? Egyáltalán nem. Ez biztos? Igen. Adni kéne neki még egy esélyt a döntőben is. De ne mondj ilyet! Én nem akarok! Egybehangzóan úgy döntöttünk, megérdemled, hogy döntőbe kerülj! Még mindig nem ugrik be, hogy hol láttam. A tévében? Vagy az áruházban? Végre kipróbálhatom a pillanatfagyasztó zselémet, az örök vagy 2000-et. Nem kell más, csak a színpad varázslatos érintése, a műjégpálya jege az egyik legjobb a világon. Alig egy kanálnyi jég elég is lesz hozzá. A hajam! Mi történik? Így túl nehéz! Ha hagyod, hogy a félelem megbénítson, a végén lemondasz a szenvedélyedről. Kár lenne érte, mert ha a korcsolya az életed, nem szabad abba hagyni. Megvan, tudom már ki vagy. Te vagy Bianca, a műkor is. Kiskoromban figyelemmel kísértelek. Örülök, hogy visszatértél a jégre. Köszönöm, de az önbizalom nem vett szét. Félek, hogy megint csak összetörném magam. Támad egy ötletem, figyelj! Az én menő frizum is itt készült. A rózsaszín nagyon jól áll neked. Gyere, Bianca! Olyan színkavalkádot kapsz mindjárt, hogy el sem hinnéd.
Skater Style. Na hát, ez óriási, de... De mi? Nem kell a para. Ha folyton azon agyalnánk, hogy mi történhet, a végén semmit se tennénk. Jól nézel ki, a barátaid támogatnak, és ne feledd a legfontosabbat. Hogy miért kezdtél korizni? Hát azért, mert annyira boldoggá tesz. Így állj hozzá! A mobilom! Szia, Siara! Szia, Fábio! Csak meg szeretném köszönni a jó tanácsot. Pár nap múlva megyek Glam Citybe. Mi lett a hajaddal? Csak kicsit összevesztem egy zselével. Hasonló dolog történt velem Alaszkában. Tudod, hogy mi a legjobb a jég ellen? A jégcsákány! Pápá, Fábio! A jégcsákány? Körülnézek, hát ha akad itt olyan. Ja, és kösz a tanácsot, megfogadom! Bianca! 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 Igen! Igen! Bátran, Bianca, menni fog az! Igen, kislány, tényleg megvan benned. De mi? Tehetség, te vagy az egyik győztes. Igen! Valaki nem segítene! Összetört! Na végre, rendbe tettem a fejem, de ami ennél is fontosabb, Bianca, nagy voltál! Bianca még használt venni a zselédnek, Fábio bácsi. Egy egész jégpályát varázsolhat vele. I love VIP Pass!